Na, üdvözlök újra mindenkit a mai videóban. Hát igen, itt vagyunk az utolsó résznél, ami szerintem egyébként nagyon későn fog kikerülni nektek, ami hát igen, tudom, hogy a megszokottos képes, hogy nyár közepén teszek ki nektek egy ilyen videót. Hát igen, nagyon fura. A másik meg egyébként is mondom, hogy pontosan miért is történt ez, hiszen ennek nagyon egyszerűen van. Ugye, azt kell tudni, hogy azért ugye egy másik projekt bejött a képbe, ugye ezt később fogjátok egyébként látni, vagyis ezután a videó után szerintem már ki is fog menni. Ugye az elkészült el mindez maga az a rész. Az éges projekt lesz, de mindegy, az majd későbbiekről legyen szó. Na mindegy, a mai rész kapcsán most a utolsó rész lesz, ahol kb. Mint szerintem aki nézte a blogaimat, tudhatja, hogy kb. Elemzéseként fog rá tekinteni. Ugye az első részében a videónak beszélni fog maga a dőkévadról, a másikban pedig a összegedve a évadokat. Én úgy voltam vele, hogy kicsit most máshogy fogok nektek beszélni, kb. Mi a véleményem és mi a jövő. Tehát érdekes lesz az utolsó része a beszélgetésnek. Na mindegy. És akkor jön a vágókív, és jelentkezek be nektek a 5. évadra is, az is elkészült végül is. Na, hát igen, és itt vagyok, és hát 5. évadról fogok nektek beszélni, és hát igen, egyébként amióta még elkezdhetek beszélni, nem kell megjelenni egyébként a képen, hát igen, látszik egy foltot is. Ez sajnos azért van, mert egyszerűen bent a lencséknél, a kamerámnál valami van, és ki kéne takarítsam, és hát itt próbálkozok egyébként egy fél órája takarítani, és nem tudom, mit megcsináljátok itt ebbe a kertbe, egyébként szerintem ismertek a évadzáró videókból. Az csak ott-ottól megcsinálni, tehát valószínűleg az ott is fogunk maradni, de szerintem a vágóképeknél ez nem lesz jellemző, de nem lesz olyan zavaró, aztán nem tudom. Tehát látszik egész jó, de mindegy, egy takarítás sajnos rá fog férni belül a gépnek, aztán meglátom, mi van. Na mindegy, ez sajnos megtörtént. Na mindegy, akkor térjek ki nektek erre, hogy mi is 5. évad. Ugye ebben a videóban nem fogom nektek a nagyváradi részt felhozni, mert az egy kicsit, ugye az előző idő értékeltem. Most úgy voltam vele, hogy tényleg most a 5. évadon belül, nem tudom, a külföldieket, meg a másra fajta videókat fogom nektek értékelni. Külföldről is tudtam térni, ugye 5 videót tudtam mit csinálni. 3-2 videót elnézést, 2 videót tudtam nektek ott csinálni, ugye Budapestig eljutottam, meg ugye Debrecenbe. Nagyon jó volt, eljutottam ideig, és tényleg egy bár videók voltak, és azt kell nektek mondjam, hogy örülök, hogy ezt meg tudtam csinálni. Hiszen 4. évad nagyon hiányzott a külföldi videók, így most sikerült végre. Egyébként nagyon jó élmény volt Budapesten is lenni, és mindenképp jó volt. A másik ilyen anyag, amiről tényleg tudok beszélni, az a karácsonyi videók jelenléte, amiből 3 is sikerült, és nem lehet szennyűgyön is tudtam nektek anyagot csinálni. Hát elégedett is vagyok, egyébként most is itt vagyunk, és így zárom az évadot is. Tehát alapvetően voltak itt videók, amiket meg tudtam nektek csinálni, itt Szentgyörgyön is, meg külföldön is, ez nagyon jó dolog, és emelt maga az évadból, ugye már ott is emeltem már pár videót ki, de na igen, tehát évadban azért voltak jó videóim is, például az a vonatos is nagyon érdekes volt, de szerintem azt a nagyvadiban már mondtam nektek. Na mindegy, alapvetően ebben az évadban egyébként 14 rész készült, mindenképp nagyon jó eredmény az előző 13-hoz képest. Aztán mementóban meglátjuk. Én azt gondolom, hogy nagyon szép volt ez a szám, és nagyon jó zárása is volt, és nagyon jó kiegészítése is volt. Na mindegy, következőben majd fogok nektek beszélni szerintem arról, hogy mi lesz a jövőben, és mi várható, mert az is egy érdekes jelenlét lesz majd. We'll be right back.
Na, és hát igen, ismét itt, és hát mi jól lássátok, egy kicsit átültem, hogy legyenek kicsit más helyszínen, de nagyjából én úgy voltam vele, hogy itt mondok ezen a helyszínen, és itt fogom nektek tudom befejezni a videót. Ugye helyszínről, ahol jelenleg vagyok egyébként, az előző két befejezésem volt vágókép is, most úgy voltam vele, hogy most nem fogok készíteni a vágóképet, mert igazából értelmetlen, hogy ez ne lógjon be nekem, ugye értelmetlen lenne megcsinálnom. De úgy döntöttem, hogy most így beszélek, de igazából ezt már láthatátok több videóban is. Na mindegy, beszéltetek egy kicsit a jövőről, és mindenről, szerintem a véleményeimről is, hiszen ugye te 5 évet adtam magam mögött, 5 év vlog videót csináltam, ami egyébként, hát nagy dolognak számít, egyébként videó részben nem volt olyan hosszú sajnos. Egyébként összeszámoltam, 84 vagy 86 volt, ugye papírt sem hoztam magammal, sajnos elfelejtettem. Így azt nem tudom nektek pontosan elmondani. Hát igen, tehát készült már a videó, az annyit elmondtam, hogy az első két évad volt a legtöbb, hiszen emlékszem, hogy 22-21 videó volt, aztán lementünk 16-ra, aztán 14-re, 15, azt hiszem 14 volt, 14, ugye 13-ra. Igen, tehát alapvetően, az ágra ne aludjon már a basszus. Igen, ez volt. Hát azt kell nektek mondjam, érdekes volt, ezt kell elkészíteni egyébként, jó élmény is volt, tehát 5 évet végignyomni ezzel a dolggal. Annyit elmondtam, hogy az utolsó három év nagyon fura volt, de ezzel, hogy azért most szabadon tudtam nektek videózni, meg egyébként az utolsó két év egy kicsit felszólás volt. A koronavírusos évadról azért nem is megnyomjuk semmit, nagyon minden elment, egyébként visszaváltogassam a képet, mert az ágak itt nagyon lógnak be mindenbe. Na mindegy, alapvetően ezt kell mondjam nektek, évezet volt megcsinálni egyébként. Vannak kedvenc videóim és vannak nem kedvenc videók. Van egy, ami egyébként le van zárva, tehát itt nem tudjátok elérni, csak ugye én privátba tettem. És akkor a jövő. Ugye a jövő szempontjából a logok nem fognak kialni, úgy döntöttem, hogy ne is aljon ki. És úgy döntés általában az is állt, hogy szeretem volna ezt folytatni, egyébként azok nem évadszerű. Mint tudjátok, nyáron mindig is ott a vlog videók, annak ellen, hogy leállt az évad. Hiszen nyaros videók jöttek ki, egyébként most is van ilyen egyébként, el kell nektek mondjam, hogy egy meglepetés videó lesz, mint ugye a videó elején is mondtam nektek, amiatt nem tudtam ezt ennek leforgatni. Annak ugye a nyersanyagi megvan, csak hogy össze kell vágjam, és akkor nagyon jó lesz. A másik, ami még várat magára, ugye ez még volt egy kellemes, azt is össze fogom várni, az egy régebb anyag újraforgatása nagyjából, meg egyébként valószínűleg kinéz még egy Félix is kalandos, Félixes is. Nektek egyébként tudom, hogy mondtam, hogy nagyon nem kéne, de lesz egy még ilyen anyag. És hát igen, aztán meglátom, hogy nyáron mi lesz egyébként, de utazós lejátszó is ott fognak lenni. És meg a Félix-e is plusz még fel fog kerülni majd. Tehát szeretném jelzni, hogy ezek még nyáron lesznek. És a jövő ugye. A jövő szempontjából hát gondolkoztam rajta, hogy mi legyen, hogy legyen, és hát döntéseket hoztam még minden, és hát úgy voltam vele, hogy a ugye annyi vlog videó jövőben már nem fog készülni, mert ugye évad nem lesz. Egyébként nem tudom a jövő mi lesz, ezért úgy döntöttem, ha készek is nektek vlog videót, az ország az utazós lejátszó listába fog bekerülni, ameddig nincs előre pontosan, hogy lesz a jövő, mely mi lesz. Egyébként, mivel most nem megyek vissza Váradra ebbe az évvel, így ez nagyon is ki fog maradni nektek, hogy visszamenjek oda. Így érdekes dolog ilyen, hogy mi lesz, ezért is áll a vlog évad egyébként, el kell nektek mondjam, mert nem tudok visszamenni. És hát, alapvetően így is, ha lesz jó, oda fog felkerülni, általában azt kell tudni, nem epizodikus lesz, úgy tudom, ha elmegyek valóval, vagy valami, akkor lehet csinálni fogok egy videót, nem tudom milyen témákkal, meg fogom látni. És itt a távol jövőben nézve, ugye tervben van egy másik lejátszólista is, ami ugyanúgy vlog lenne, csak nem epizodikus lenne már, tehát ide jönnének speciálisabb videók is. Ebben még gondolkoztak, hogy működik, ez majd a jövőtől függ, én azt mondom. Megyen még nem akkor betervezni. Ez majd az év során ki fog nektek, hogy mikor fog elindulni. Azt kell tudni, hogy nem évados lesz, tehát igazából a vakációs metróval szerint futni. Meglássuk, hogy az megvalósul-e vagy nem. Ez az nem mondom biztosan nektek, de egyelőre a vakációs és utazós videók között fogtok látni ilyen vlog videókat, akit érdekel, tudja nézni is. Plusz esemény lehet, hogy még el tudok jutni, és azt meg tudok majd nézni. Beszélt egyébként. Pontosan játékok mellett még nem lehet fog futni, tehát mondom, tehát aki blogokat szeret, ez nem kacsoljon, mert lesz a videó, és de a fal szerint sem blog megyik nekem, na mindegy. Mindegy, ez a jövő, aztán meglássuk, mondom, tehát nincs fix jövőm, meglátom mi lesz, egyébként nem tudom, hol lesz, még meglátjuk.
tehát egyre még itt tudok. Szentgyörgyön aztán meglátom, persze. Na mindegy, ez volt ez a videó, köszönöm, hogy megnéztétek, van, aki ellenére is vagy. Hogy a képi, hogy a lencsénél volna az iba sajnos. Hamarosan majd hát jövök, egyébként egy meglepetés videóval, ugye, mint mondtam nektek. Az egy érdekes videó lesz, majd nézzétek meg. És majd újra jövök, és nyáron majd láttok pár videót, aztán meglássuk még szeptembertől, meg októbertől. Na mindegy, üdvözlök mindenkit, hamarosan újra jövök.